Üdvözlök minden kedves nézőt, én Szabolcs Gaming vagyok. Ebben a mai videóban a MÁV géppark sorozatom szöcskés részét látjátok. Az előző videót a YouTube törölte, ugyanis hát valaki, most már én sem tudom, hogy kicsoda, följelentette a videót, valami copyright volt benne, szerintem videó, mert hát a hangom mi az, ami copyright le, és ezért a YouTube letörölte, és három rész törlődött le, a szöcskés, a hernyós, valamint a samus per kis samus videó. Ezeknek a pótlása folyamatban lesz, de majd a kisses videó is kint lesz jövő héten, úgyhogy ismét a szöcskékkel foglalkozunk. Kezdődjön a videó. Minden kétséget kizáróan csak egyetlen gonctípusról tartják az, hogy már első nekifutásra tökéletesre sikerede, ez pedig a V46-os sorozatú villamos tolató mozdony, becenevén a szöcske. A MÁV-nak az 1980-as évekig egyáltalán nem volt villamos tolató mozdonya, viszont az akkor beszerzett kitűnő konstrukciójú gépe a mai napig megbízhatóan látják el a rájuk bízott feladatokat. Már ugye, amelyiknek van feladata. Tulajdonképpen, ugye, amint hallottátok, hogy a 80-as évekig nem volt villamos tolató mozdony, a villamosított vonalak hossza, illetve az elektrotechnikai színvonal gátolta a vontatási nem eme mozdony kategóriájának létrejötté. Amíg az egyenáramú vontatás esetén egy egyszerű villamos berendezéssel megoldható volt a mozdony főáramköre, a Kandó Kálmán által kitaposott úton a 60-as éveki egy tolató mozdony esetében roppant nehézkesnek tűnt. Az 50-es évben beszerzett Ward Leonard rendszerű mozdonyok külsőleg már emlékeztettek egy tolató mozdonyra. Azonban ezeknek a fő feladatuk nem a kocsi rendezé, hanem a tervonatok és személyvonatok továbbítása volt. A második világháború alatt azonban a MÁV-nál felmerült, hogy villamos tolató mozdonyokat szerezzenek be. Jó néhány számítás el is készült, rajzi formát azonban csak 1947-ben nyert az elképzelé. Az érdekes téma megvalósítására nem történt, és nem sikerült kivitelezni az előbb említett okok miatt, a 70-es évektől datálható energiaválság miatt gazdálkodási, illetve környezetvédelmi okokból, de kifejezetten a jelenkező vasútüzemi előnyök miatt a villamosítás előre haladásával a MÁV ismét napirendre tűzte a villamos tolató mozdony témát. A GONZ végül 1981-ben kapott megbízást egy 800 kW névleges teljesítményű 80 tonnás 14.400 mm hosszú 80 km/h engedélyezett sebességű 80 tonna össztömegű négytengelyes tirisztoros vezérlésű villamos tolató mozdony létrehozására. A mozdony jármű szerkezeti részét a GANZ MÁV-a, villamos berendezését a GANZ villamossági művek tervezte és gyártotta. A konstrukció a VM16 gyári jellege, illetve a V46-os sorozatszámot kapta. Tengelyrendezése a szöcskén BOBO. Ezek a mozdonyok pályaudvari tolató, pályaudvarok közötti átállító szolgálat mellett a vontatási jellemzőnek megfelelő tervonatok, illetve nyári üzemben alacsonyabb sebességű személyvonatok továbbítására is alkalmas. A mozdony vezérlésének különlegessége a vontató motorok áramköreibe iktatott nyomaték kiegyenlítő ellenállás alkalmazása, amely indításkor a menetirány szerinti vezető forgóváz által kifejtett vonóerő a tengelyterhelés csökkenés mértékének megfelelően korlátozza. Az önműködő sebességszabályozás egyébként lehetővé teszi, hogy a teljesítménnyel összhangban lévő vonatterhelés esetén a mozdony emelkedőn vagy síkpályán tartsa a mozdonyvezető által beállított kívánt sebességet. A mozdony alváza egy igen merev, hegesztett acélszerkezet. A kialakítás révén az alváz közepén helyezett vezetőfülkéből a mozdonyvezetőnek jó rálátása van az ütközőre, ez a szempont tolatószolgálatnál igen fontos. A vezetőfülke előtt és mögött alacsony, bontható burkolattal fedett géptér helyezkedik el, ezért vonali szolgálatkor is jól rá lehet látni a pályára.
A tolató személyzet dolgát nagyméretű megvilágított saroklépcső, illetve a homlokjárdák könnyítik meg. A 2600 mm tengelytávolságú forgóvázokból az 1040 mm futókör átmérőjű kerékpárok vezetése gumipersejbe ágyazott terelőkarokkal történik, acélcsavarrugós, primér rugózással. A mozdony felépítmény négy rétegelt gumitámon támaszkodik a forgóváz keretre, melyek pályaívekben való elforduláskor kis ellenállással rendelkeznek. A vonó és fékező erőket milyen elhelyezett csukló lemniszkáta kapcsolat viszi át a forgóvázról az alvázra. Ennyit a műszaki adatokról röviden. Jön a szöcskék története. Az első mozdony 1983 végén állt szolgálatban a MÁV-nál. 1986-ban további 15, 88-ban 20, 89-ben 5, majd 91-ben újabb V46-osokat vett át a vasúttársaság. Így az évek során összesen 60 villamos tolató mozdony készül. Az 50. mozdonyt ünnepélyes keretek között a MÁV-nak 1991. szeptember 30-án adták el a nyugati pályaudvaron. A 60-as pályaszámú mozdony 1992. február 5-én teljesítette hatósági vizsgáját. Az utolsó 15 gépen már Ganz Hanslit per Ganz Anzaldo gyári távra látható, ezek a járművek voltak az utolsó ganzos villamos mozdonyok. Most pedig következzen egy érdekes videó, egy soha el nem készült utazós vlognak a töredék jelenete, amelyben a nyári Kiskunfélegyháza Szeged személyvonaton szolgáló szegedi szöcskét mutattam be nektek. Ezt fogadjátok szeretettel. Na most nyilvánvalóan a szöcske az nem egy nagy teljesítmény, mert 800 kW a teljesítménye. Látjátok, itt van a pályaszám és ott van a két tábla. A Ganz Hanslit Budapest 91-ben készült, mindjárt közelem megyek. 91-ben készült, és a 10289-es gyári száma, valamint a Ganz Hanslitnak a jogutódja, a Ganz Anzaldo, ugye ez egy spanyol-magyar kooperációs cég volt, ugye ez volt a Ganz tulajdonképpen a végé, és itt látjátok, hogy ezekről nem nagyon kaparták le, tehát a régi típusjelzés a V46054-es volt, H-MÁV trakció, és ugye látjátok, hogy 80 az össztömegje, a keréktömeg 13, a sima tömege 44, és a szolgálati tömeg 66. És akkor látjátok, hogy ez így néz ki, valamint a legelső BD vagot van itt mögötte a 50, 55, 20, 37, 300, 0, ugye ezek csak szegediek, ugye van a 20, 37, 300 és az 500-as sorozat, ezek mind Szegedről, szegedi honosa, amit van már egy pár debreceni honállomású, ugye ezek az úgynevezett önműködő ajtósok, ugye aki nem tudná, hogy ezek hogy működnek, ugye úgy működnek, na, bénázok, hogy ugye ezek gomnyomásra működnek, és távzárással, vagy pedig ajtó nyitógombbal, ajtó zárógombbal be lehet csukni. És ugye annó ez egy high-tech. Na, akkor ezek után megyünk tovább. Sorozat egységes. Mindössze a prototípus építése nélkül készült első 5 nullszéria jellegű mozdonytérre nem jelentős mértékben a többitől. Megállapítható, hogy egyszerű, megbízható konstrukciójú jármű születe, mely igen jól bírja a tolatószolgálat viszontagságos körülményei. A rendező pályaudvari gurító dombi igen nagy vonatterheléseket is biztonsággal képes mozgatni. A gyakorlati üzemben összességében a típus jól bevált. Na most az a fő kérdés, hogy mivel a teherforgalom a 90-es években egyre inkább lefele ment a MÁV-nál, hogy hogyan lesz ennek a sorozatnak a jövője. A mozdonytípus továbbfejlesztésére már a 90-es években is több elképzelés született, ám ezek a gyakorlatban nem valósultak meg. Ilyen volt például a villamosfék beépítésének javaslata, vagy a körülbelül 200-250 kW teljesítményű léghűtéses dízel agregát beépítése, hogy a mozdony villamosítatlan vágánya is képes legyen kocsikat mozgatni. Ez az úgynevezett last mile funkció. A villamos vonatfűtés beépítése pedig személyszállító vonatok továbbítását tenné lehetővé téli üzemben is.
A MÁV villamosítási programjának előre haladásával eme típus alkalmazás lehetősége kiszélesedett. Ám a 90-es években jelentkező általános forgalom visszaesés közvetlenül befolyásolta a szöcskék bevetési körét, pedig a típus a MÁV egyik legkedveltebb, igen jól használható, megbízható mozdonytípusává vált. A 2000-es évek elején a nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok hatásaként a teherforgalom tovább pangol, sőt a MÁV saját teherforgalmát kiszervezték a cégből. A mozdonyokra egyre inkább nem volt szükség, ezért további intézkedésként jelentős részüket félreállították, majd egy párat selejteztek. A szöcskéknél megemlítendő, hogy ez a last mile üzemmód ez nagyon-nagyon befolyásolhatná a szöcské felhasználtsági körét. És akkumulátorokat szeretnének ebből a dízelagregáttal beépíteni. Ezért megemlítendő, hogy az utóbbi egy-másfél évtizedben az akkumulátorok olyan műszaki fejlődést értek el, hogy egy esetleges akkumulátoros hibrid üzem megvalósítása realitássá vált. Külföldön ennek néhány konkrét kivitelezési példája ma már Mintheus szolgálhat. Döntés azonban mindmáig nincs, az idő pedig szalad, és a leállított járművek állapota óhatatlanul napról napra romlik. Azok esetleges felújítása egyre nagyobb összegbe kerülhet. Mivel a járművek döntő többségét, amint mondtam, 1985 és 91 között szerezte be a MÁV, azok napjainkban lettek 30 évesek. Ez az életkor akár optimálisnak is tekinthető egy esetleges főjavítással egybekötött korszerűsítés elvégzéséhez. Ezáltal a járművek további 15-20 éves üzemeltetését tenni lehetővé. A műszaki fejlődés jelen állapota azt lehetővé tenné, hogy a forgóváz megfelelő korszerűsítése mellett a mozdonyok engedélyezett sebességét feljebb emeljék. Célszerűen aszinkron trakciós motorok beépítésével természetesen a teljes erőátvitelt át kellene alakítani. A névleges teljesítmény szükség szerint akár megnövekedhetne is. Az erőátviteli rendszer lehetőséget adna visszatápláló villamosfék alkalmazására. A korszerűsítés természetes felejárója lehetne az akkumulátoros hibrid üzem megvalósítása. A mozdony jármű szerkezeti részeinek robusztus kivitele egy ilyen elben körvonalazott fejlesztés elvégzését minden további nélkül lehetővé teszi. A vonatkozó döntés azonban igen alapos műszaki gazdasági elemzést igényel a téma anyagi kihatásai, forgalmi lehetőségei és nem utolsó sorban környezetvédelmi okok miatt. Ugye szokták tartani a szöcskékről, hogy borzasztó nagy tereket képes megmozdítani. Az igazi megmérettetés az új fürgetolatási mozgásai, valamint kiálló alkatrészei miatt szöcskére, valamint hifi toronyra vagy csöp és csöpire keresztelt villamos mozdonyokra a Ferencvárosi rendező pályaudvarokon vár. Akkoriban mi mindkét az úgynevezett keleti és nyugati gurító üzemelt a Fradiban. A gubacsról olykor 2000 tonna körüli terhet is fel kellett húzni az erős emelkedő. Ez azért érdekes, mert a kocsikat ilyenkor nem kötik be a légfékezésbe. Ha nem megy fel, hát nem megy fel. Ilyesmire egyébként nem igazán okot példa, a szöcske ugyanis borzasztó nagy terheket képes megmozdítani, de ha nem áll meg, az már baj. Előfordult, hogyha kellő gyakorlattal nem rendelkező, vagy egyszerűen csak túl könnyelmű mozdonyvezető irányította a gépet, hatalmas kocsisor egyszerűen eltolta és belefúródott a földkúba. Különös szerencsétlen sorsú volt a 001-e, amely többször is súlyos balesetet szenvedett Fradiban, de végül mindig sikerült megmenteni, kijavítani és újra üzembe állítani. A MÁV a V46-os mozdonyokat, amit mondtam, a villamosítás elterjedésével eredetileg tolatási feladatokra és könnyű tervonatok továbbítására szerezte be. Ezekre a feladatokra a mozdony tökéletesen megfelel. A rendszerváltás után a vasúti forgalom jelentősen visszaese, így több mozdony feladat nélkül mara, illetve párat leselejteztek. Például konkrét példa az almás fűzítői balesetben szenvedett szöcske. Az állomási tartalékok közül elsődlegesen a villamos mozdonnyal kiszolgált tartalékokat mondták le, mert a nem villamosított vágányok kiszolgálásához a dízel mozdony nélkülözhetetlen. Mivel 1500 voltos fűtési energiát nem tud előállítani, a mozdony személyvonati felhasználási lehetőségei erősen korlátozottak. A villamos mozdonnyal továbbítható tervonatok többségének terhelésé
Ehhez kevés a teljesítménye, így az áruszállításban sem kaphatnak jelentős szerepet. Jelenleg a 60 gépből álló sorozat kevesebb, mint negyede dolgozik napi szinten. Napjainkban nyári időszakban személyvonatonként veti be a máva szöcskéke, ilyen például az előbb említett Kiskunfélegyháza Szegeny nyári személyvonatok, illetve kisebb tervonatokat továbbít, illetve hogyha valami vagont visznek, mondjuk kerékesztergára, vagy ilyesmi, akkor is szöcskéket szokta bevetni. Napjainkban aktuális egyes mozdonyok körvasúti vonalismereti képzése. Itt is előnyben részesítik eme tipul, mert egyrészt a megbízhatóságáról is, másrészt nem kell egyéb feladattól elvonni. A 60 járműből álló flottából a 2021 áprilisi állapot szerint 25 nincs használatban. A maradék 35-ből 6 letétes, 2 alkatrészre vár, 13 szolgálatmentes és 14 dolgozik. Államosítás alapján a következő az elosztás. Fradiban található a legtöbb 15 szöcske. Dombováron 6, Miskolcon és Szegeden 4-né, Győröd 2, még Nyíregyházán és Szolnokon 1-1 szöcske onos. Azok a mozdonyok, amelyek használatban vannak és nincsenek letétben, az érvényes karbantartási utasítás alapján minden esetben megkapják a szükséges karbantartásokat. Az alkatrészre váró mozdonyok az alkatrész rendelkezésre állása és a mozdony javítása után tudnak ismét üzembe állni. Hát ennyi lett volna akkor a szöcské bemutatása. Ezzel le is zártuk a Ganzmávag által gyártott magyar villamos mozdonyokat. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, szokás szerint lájkoljátok és iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!